Mindenkinek jó napot kívánok, köszöntöm a jegyzőasszonyt, képviselőinket, megállapítom, hogy határozott képesek vagyunk 6 fővel. A jegyzőkönyvet Szalma Csilla vezetné ki, az aki elfogadja, kérem kézemmel is jelezze, 6 igen szavazattal egyhangon elfogadtuk. A jegyzőkönyv hitelesítőnek Takó Gábort és Madok Zoltánt javaslom, aki elfogadja, kézemmel is jelezze, 6 igen szavazattal egyhangon elfogadtuk, és a kiküldött napirendi pontokat, Zsuzsi? Szeretném kérni a büdös napi rendi pontnak, mivel személyi ügyet érint, zárt ülésen való tárgyalását, amennyiben lehetséges. Akkor ennyi módosítással, hogy az ötös napi rendi pontot zárt ülésen tárgyalnánk. Aki így elfogadja, kérem kézemeléssel jelezze. 6 igen szavazattal egyhangon ezt is elfogadtuk. Rátérnék a beszámolomra. Előző képviselőtestületi ülésünk november 15-én szerdán volt, ezt követően 18 órától közmeghallgatást tartottam a művelődési házban, tartottunk képviselőtestülettel. November 17-én pénteken 17.30-tól véradós vacsorán vettem részt, ahol vendégül láttuk a község véradóit. November 20-án 15 órakor fogadtam a Választási Bizottság eskütételét az önkormányzat dísztermében. November 24-én pénteken 10 órára Kiskunmajsára utaztam, egy energetikai konferencián vettem ott részt. November 29-én szerdán 14 órakor fogadtam a Vira újságíróját, aki az évvégi interjú kapcsán kérdezett az eddig ebben az évben megvalósított pályázatokról, jövő évi tervekről. December 2-án szombaton 7 óra 40 perckor indultunk Kecskemétre egy lelkinapra, ezt követően 15 órától az első adventi gyertyagyújtáson vettem részt a parkban, melyen a katolikus gyülekezet szolgálatát köszönjük. Ezt követően pedig a Tázdári Fiatalokért Egyesület Művelődési Ház udvarán rendezett Mikulás programján vettem részt. December 4-én 7 óra 45 perctől összdolgozói értekezetet tartottam, melyen a hónap feladatait egyeztettük. December 5-én 18 órától a legtöbb iparűzési adót fizető vállalkozókat egy vállalkozói estre hívtuk a művelődési ház kistermébe, ahol egy vacsora keretében adtuk át a legjobb adófizetőinknek járó díjat, melyekhez ezúton is gratulálunk nekik. És csak röviden a három kategória helyezettjeit ismertetném. Az őstermelők között harmadik helyezett Szél Istvánné, második helyezett Szél Nándor, ifjabb Szél Nándor és Szél Dóra, első helyezett Bélecki Márta, az egyéni vállalkozók között harmadik Halasi László, második Dr. Klé Zsolt, első Takó János, a cégek között pedig a harmadik FGL Full 99 Kft., második a Tázdári Műanyagüzem Kft., első pedig a Szárnyas Vörd Kft. Gratulálunk nekik, és további sikeres munkavégzést kívánunk, és két külön díjat adtunk át, a Napelem Park építés kapcsán iparűzési adót fizető Forestville Kft. Részére, illetve küldtük el neki, és a Solar Pro Energy Hungary ZRT részére, akik több mint 2.900.000, illetve 5.200.000 forintot fizettek be. December 6-án szerdán 14 órára Kecskemétre a kormányhivatalba utaztam a folyamban lévő ügyek egyeztetésére. Ezt követően 16 órától találkoztunk egy bölcsödébe jelentkező kisgyermekgondozóval. December 7-én 10 órára Kiskörösre utaztam a Kiskörösi Többcélú Kistérségi Társulás ülésére, illetve az Ivóvíz Minőségjavító Társulás ülésére. Ennek ez volt az utolsó ülése. December 9-én szombaton 15 órától a második adventi gyertyagyújtáson vettem részt, melyen a baptista gyülekezet szolgált, köszönjük nekik is a szolgálatot és minden részvevőnek. December 12-én 17 órától gazdasági bizottsági ülésen vettem részt, december 13-án, azaz ma 10 órától pedig Kiskunhalasra utaztam
a Kunsághalas Non-Profit Hulladékgazdálkodási Kft. Üzletrész eladásával kapcsolatos szerződés aláírására. Én röviden ennyiben kívántam tájékoztatni képviselőtársaimat és a lakosságot, és rátérnénk az első napirendi pontra. Tázdár község önkormányzata képviselő testületének önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 12/2022 9. hónap 30-ai önkormányzati rendelet módosításáról. Itt a jegyzőasszonyt megkérném egy pár szóban. Köszönöm szépen a szót. Erre csak azért volt szükség, mert a kettő darab mellékletét a rendeletnek hatályon kívül helyeztük. Az egyik rendelet a házi rendet szabályozta, a másik pedig a bérleti díjakat. Tehát a bérleti díjakat nem rendeletben kell szabályozni, a házi rendet is sokkal könnyebb módosítani, és most módosítást igényel, abban az esetben, hogyha képviselőtestület határozattal fogadja el. Pici módosítást ejtettem a házirendben, most egy picit úgy gondolom, hogy sikerült jobban világossá tenni, hogy melyek, tehát mi célra szolgál, mi célt szolgál a közösségi szint, mi célt szolgálnak a közösségi szinterek, illetve hogy kluboknak, ott működő kluboknak, általános iskolának, óvodának, egyházi rendezvényekhez biztosítottunk ingyenes használatot, tekintettel arra, hogy ezek mind-mind Tázlár hírnevéhez valamilyen szinten hozzájárulnak. Ami pluszba bekerült, hogy minden működő civil szervezet vagy egyéb szerveződés, aki kultúrát hoz ide, az 5 évente egy alkalommal ingyenesen igénybe vehesse egy ilyen évfordulós rendezvényhez, valamint még egy dolog volt, ami ingyenes volt, ami sajnos kiment a fejemből, úgyhogy szerintem majd a házirendből hát tetszenek olvasni, elnézést kérek érte. Úgyhogy röviden ennyit szerettem volna mondani. A házirendet külön határozatban fogják elfogadni ugyanebben a napirendben, a bérleti díjakat pedig egy másik napirendi pontban. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatosan van egy kérdés, észrevétel. Zsuzsi? A közösségi szintérekhez még szeretném javasolni a vásárteret, mert az is egy lehetséges közösségi szintér lehet akár a későbbiekben. És azt szeretném kérdezni, hogy a műveledési ház nyitva tartása, az miért ilyen esti órákra esik? Azért, mert van egy olyan EMI rendelet, amely az EMI terjesztésbe beleírtam. Az EMI rendelet kötelezővé teszi azt, hogy hetente 3 alkalommal legalább 4 órára kell nyitva tartani, és legalább egy alkalommal ennek 16 és 19 óra közé kell esnie. Elsősorban a nyitvatartásokat úgy próbáltam beállítani, hogy akkor, amikor állandó klubok és egyebek működnek a házban, hogy a lehető legkevesebb idejét vegye el úgy a művelődés szervezőnek, hogy elegendő csak egy-egy órát oda mennie, az összes többi időben van valaki a művelődési házban, nyitvatartást biztosítja, egyéb időpontokban pedig ott kell lennie, mert le van írva, hogy a nyitvatartást követően, hogy a nyitvatartástól eltérően, nyilván előzetes megbeszélésre pedig mindig akkor van rendezvény, amikor arra igény merül fel. Akkor kérhetném azt, hogy akkor csak egy legyen ilyen késői időpontos, mert nyilván aki klubok, azoknak ugye van kulcsuk, mennek, ők ugye a saját helyükre mennek, de azért az embereknek a többsége szerintem a reggeli vagy a délelőtti órákban menne, ez volt eddig is a megszokott. És akkor tényleg, aki délután akarna menni, akkor van egy nap, mint nálunk a rendelőbe is, hogy tudna jönni délután. Nem hogyha a törvény... Nem én döntök ez ügyben. Akkor nem látom indokolatnak, de gyakorlatilag mindenki úgy dönt, ahogy szeretne. Jó, tehát igen, mondjuk, mert ezzel ettől még sokkal több nyitvatartás lehet, Zsuzsi, érted? Tehát, hogyha bármit bevisznek az épületbe, akkor a következő pontban világosan le van írva, hogy minden egyes... Igen, csak én úgy gondolom, Zsuzsi, arra gondolom, hogy ebben nem derül ki, hogy délelőtt is ott van a szakemberünk. És hát ebből az derül ki, hogy délelőtt keresni. Nincsen, csak igen, délután van igen. Tehát ez úgy látszik, mintha csak délután lenne.
ott szakemberünk, és meg mondjuk ha? Tényleg egy csütörtöki piacosra. De a közösségi szinterünk egész délelőtt nyitva van a 8-ban, az Árpád utca 8-ban, tehát van állandó képviseletünk délután 2-ig is, csak az Árpád utca 8-ban. És a közösségi szinterek, mint egészen, a több együtt alkot egy egészt, csak nagyon nehéz lett volna mindegyiket külön így leszabályozni. Tehát én ezért gondoltam, hogy itt legfeljebb annyit kellene, hogy akkor az az Árpád utca 8 szám alatt működik a délelőtti órában, ha valaki bármit el szeretne intézni, azzal kimerítenénk azt, hogy bárki bármikor megtalálhatja. Mert a közösségi szakember az akkor az Árpád utca 8-ban lesz délelőtt, vagy akkor most ezt nem értem, egy kicsit össze vagyok kavarodva? Nem, Zsuzsi, hát a közösségi szintér maga az Árpád utca 8 is, ahol állandó közalkalmazotti ügyelet van, ha valaki valamit szeretne kérni. Mert mást miért megy be a művelődési házba kérdezni, nem? Vagy még azért sem. Tehát nem tudom, hogy mi a célja. Nem ügyeket hogy... intézni, tehát bérelni, meg a bérletet, meg a bérletet meg a mindig a jutiba, nem, az a vitrénbe ki van írva, hogy a vitrénbe kit kell megkeresni, ki van írva az elérhetőség, azokat telefonon intézik. Hát én értelemszerűen hétfő reggel mindig oda megy, amikor visszaveszi, pénteken, szombaton oda megy, amikor kiadja. Tehát az nem közművelődési alapfeladat, azt nem kell a házirendben szabályozni, csak annyiban, hogy hát hason, hogy mondjam, hasznosítás céljából is használjuk magát az épületet, de az nem a közművelődés része. Na most Marika, én azért azt gondolom, hogy szükséges egy délelőtti nyitvatartás, és már pedig oda mennek emberek, nem csak tehát olyan ügyeket is intézni, hogy programszervezésnél megbeszélik, hogy akkor ő milyen feladatot vállal, mert vagy ugye kimegy a közművelődési szakember, az embert megkeresi, vagy az ez az ember jön be, és ott beszélik át, hogy milyen feladatok lesznek. Ezt nem kell megbeszélni, Zsuzsi, tehát nyilván most ezt bele lehet dönt arról, hogy akkor tegyél. Hát gondolom mindenki, és akkor utána hát ezt mondom, ez ezzel a javaslatom, hogy egy nap maradjon, ahogy a törvény előírja, a délutáni nyitvatartás, a többin pedig legyen délelőtti nyitvatartás. Mert azért a nagy többségében szerintem eddig egy jó bevált gyakorlat volt. Szerintem azt tartsuk meg, a jó bevált gyakorlatot. Én úgy gondolom, hogy az lenne a szerencsés, hogyha csütörtök délelőtt, mert ugye piacnap mindenki megmozdul, meg bejön a faluba, meg ügyet intéz, lehet, hogy akkor kellene a délelőttet betenni, és akár szerdán, akár másik nap lehetne ez a délutáni. Mert van még a pénteken is, amikor ott van. Ja, a péntek is lehet, igen. És mondom, tehát, hogyha bárki, akkor a 8-nak menni, hogyha úgy. Meg hát elérhetőség is van, mert van a művelődési háznak saját telefonja. Tudod, eddig nem használtuk, sajnos a Györgyiét használtuk, de van a művelődési háznak, és az is benne van a házirendben. Csak még nem tudtam, tehát azok bizonytalanok, amik oda be vannak írva. Nem tudom, az a kérdésem, hogy a testület felé, hogy ne lefele építsük ezt a közösségi szinteret, hanem fölfele építsük. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van ezzel kapcsolatosan más kérdés, észrevétel, javaslat? Ha nincs, akkor én konkrét javaslatot teszek, hogyha mondjuk a csütörtökről a 17-től 21-ig az átkerülne szerdára, és csütörtök meg pénteken, akkor 8-kor 12. Nem kell, tehát háromnak kell összesen lenni, akkor csütörtök menjen délelőttre, elegendő. Ja, tehát 16-tól 19-ig elég a délután, a hétfő meg a kedd? Egyet írva, azt mondtam, Anika, az elég egy a maximum, ja, amikor esti órákat kell megadni. Igen. A többi pedig... Akkor melyik legyen, amikor esti óra van? De szerintem csütörtök délelőtt nyitva kellene lenni. Misi? Jó, tehát akkor kedden legyen 15-től 19-ig, ahogy így itt van, és akkor hétfőn, meg csütörtökön, akkor 8-től 12-ig? Klubos foglalkozások, ahogy vannak szerintem. A klubos foglalkozások azok este vannak, de ők kapnak kulcsot, bemennek, tehát az nem érinti ezt. De, hát, de hogyha a csütörtököt teszik át délelőtti órára, mondom, az is elég. Tehát akkor hagyjuk a hétfőkedben. És akkor többi meg igény szerint? Igen. És a csütörtököt áttehetjük délelőtti órára. Jó, akkor 17. Pisti? Lehet, hogy egy kicsit túlban indítom már ezt a dolgot, de azt is figyelembe kellene vennünk, hogy ez a 15-19 óra például télen már a 19 óra is majdnem későnek számít. És mi lenne, hogyha lenne külön nyári meg
téli. Vagy ne bonyolítsuk? Mert ugye azért, nyáron azért sokszor még a 19 óra is még korán van, télen meg már a 18 óra is majdnem későn van. Ezért is került ki egyébként pont, hogy ezeket bizony változtatni kell, nyáron be van zárva, akkor megint változtatni kell a házirendet, tehát évente több alkalommal kell változtatni rajta, sajnos. Mert én bocsánat, ha szólhatok még, hogy én télen a 19 órát is meg majdnem későnek tartom hazamenni, vagy ott ülni azért, hogy lehet, hogy be se jön senki. Főleg, én mondom, főleg a télen. Nyáron már még azt mondom, hogy előfordulhat, hogy az emberek... Ezek kimondottan klubidőpontok azért. Ja, értem. Azért, jó, én csak a magát az emberi oldalát néztem. Azért gondoltam, hogy akkor biztos mit van, amikor eleve is mit van ott egy közfelelőt, és lehet munkájuk, amit csinálnak. Jó, akkor jól értem el, hogy akkor csütörtök 8-tól 12-ig volna egy javaslat. És akkor a hétfő, meg a kedd maradna 15-től 19-ig? Jó, ez így? Jó, akkor ez szerint fogunk szavazni, ha nincs más észrevétel vagy javaslat. Jó, ha nincs, akkor ennyi módosítással, aki ezt elfogadja, kérem kézemeléssel jelezze. 6 igen szavazattal egyhangon elfogadtuk. Köszönöm. A második napi rendi pontunk a főállású polgármesterség kérdése, és akkor itt erről tárgyalt a pénzügyi és gazdasági bizottság is. Átadom a szót Nagy Ajtai Mihálynak. Köszönöm, róla. Ugyanis ugye eddig a polgármester úr a társadalmi megbízatásban látta a feladatát, és jelezte a polgármester úr, hogy akár ellátná főállási polgármesteri megbízatásként is, és ugye erről beszéltünk tegnap, hogy erre SMS-t módosítani kell nekünk, mert ugye akkor lehet ezt végrehajtani. Hát gyakorlatilag úgy beszéltük, hogy a januári testelpülésen, illetve addig módosítanánk az SMS-t, és onnantól kezdve lenne lehetőség arra, hogy a polgármester úr főállásba töltené be a tisztségét. A bizottságülésen beszéltünk, hogy ugye tudjátok, hogy következő év, tehát 2024-ben választások lesznek június környékén, és ott ugyan még marad a képviselőtestület október 31-ig, mert ugye addig szól a megbízatásunk, de gyakorlatilag nem egész egy év lenne, amikor a polgármester úr főállásba töltené be, és bár most a pénzügyi helyzetünk úgy alakul, hogy megengedhető, tehát viszonylag jól áll az önkormányzat pénzügyi helyzet tekintetében, de ott majd lesz a következő képviselőtestületnek egy választási lehetősége, hogy esetleg az új polgármestert, vagy a maradó polgármester úr, hogy milyen formába kívánná, hogy főállású vagy társadalmi megbízatású. Tehát javasoljuk a testület felé, hogy akkor legyen az SMS módosítása után, akkor legyen a polgármester főállású. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Ezzel kapcsolatosan van egy kérdés, észrevétel? Bálint István. Köszönöm szépen, polgármester úr. Itt az előterjesztésben olvasom, hogy ugye más kereső foglalkozás, tehát nem titok, hogy te az iskolában tanítasz az jelenleg is a főállásod, hogy ez arra is vonatkozik, hogy meg, más kereső tevékenység. Meg egyéni vállalkozó is vagyok. Igen, és igen. És itt beszéltük a jegyzőasszonnyal, hogy erre egy állásfoglalást fogunk kérni, hogy ne legyen összeférhetetlen. És az összeférhetetlenséget, ha meg tudjuk szüntetni, akkor lenne ez a... És akkor te írásban nyilatkozol, hogy megszünteted az összeférhetetlenséget? Nem, az, hogy mit csinálsz, hogy eladod, vagy nem, tehát az nem az, hanem hogy az összeférhetetlenségről te fogsz egy nyilatkozatot tenni, te azt megszüntetted, azért mert... Értem. Jó, igen. Csak azért, mert és akkor én nem is a vállalkozásra gondolom, mivel iskolára. Összeférhetetlen, erre fogunk állásfoglalást kérni a törvényességtől. Értem. Már pár helyről kértünk, és úgy néz ki, hogy ez megoldható, és nem szeretnénk semmi olyan dolgot, ami jogszerűtlen lenne. Jó. Köszönöm. Köszönöm. Ezzel kapcsolatosan van egy kérdés, észrevételt a Kó Gábor.
Nekem is ez eszembe jutott, hogy akkor ez hogy vált át, de akkor így ezt értem. Másik, hogy nekem kezdte a napirendet levinnem, ha jól értem. Hát igazából tehát azt abba... beszéltük a jegyzőasszonya, hogy nekem a szavazás előtt kell bejelenteni az érintettséget. Igen, arra gondoltam én csak, hogy a döntés. Csak a technikai kérdés. Igen. Tehát így van, úgyhogy azt követően jössz majd te a képbe. Igen, ennyit. Tehát, hogy ennyiben megállapodtunk. És akkor a... Mert én megadom a szót mindenkinek, nem szeretném senkiről belefolytani. Jó, ha nincs más kérdés, akkor én bejelentem az érintettségemet, Zsuzsi, te is. Jó. És akkor kérdés az, hogy szeretnének-e szavazni arról, hogy ők, tehát a két érintett személy szavazhat-e, vagy ne szavazzanak ebben a kérdésben. Mert ilyenkor az volt eddig az eljárás, hogy Gábor most már megkérdezte azt, hogy ketten bejelentették az érintettséget, és akkor ki az, aki úgy dönt, hogy akkor az érintettség ellenére ebben a kérdésben szavazhatnak. Jó, és akkor ezt ha föltennéd, és akkor... Jó, hát elvileg nem, tehát... Jó, akkor felolvasom a napirendet, vagy most azon már túl vagyunk? Egyelőre csak szavazás az érintettségről szavaz, hogy ők ketten szavazzanak-e ebben a kérdésben. A két érintett személy szavazzon-e? Így van. Kérdezem a képviselő testületet, hogy az imént tárgyalt és ismertetett érintettség kapcsán a két érintett fél szavazhat-e szavazati jogával élete. Erről kérnék szavazást. Aki azt mondja, hogy igen, azt kérem készfeltartásra jelezze. Aki azt jelzi, hogy jelezze igennel, hogy ők élhetnek a szavazatukkal. Szavazhatnak. Igen. Három szavazat. És a... Aki nem, ugye nem, én tartózkodtam. Jó, tehát akkor a háromnál nincs hogy... meg az egy plusz fő, tehát akkor vagy neked is igennel kellene szavazni, vagy pedig nem születik döntés. Ugyanis hatan vagytok, és igen? A hat főből a három plusz egy főnek kéne meglennie ahhoz, hogy érvényes legyen a szavazat. Úgyhogy a többség akkor... Bocsánat. Nem elég, hogy mi bejelentjük, hogy nem szeretnénk szavazni? De az is akkor nem szavaztuk, és akkor... Jó, tehát akkor mi bejelentjük, ez vagy én legalábbis bejelentem, hogy én nem szeretnék szavazni. Jó, akkor ti ketten nem, és akkor utána a döntésnél pedig jó. Jó. És akkor most jön a határozattervezet. Ismertetném akkor a határozattervezetet. Tázárközség önkormányzat képviselő testülete szavazat száma úgy határozott, hogy 2024. január 1. napjától... 15. Bocsánat, javítottunk. Január 15. Igen. Határozattervezet. Január 15. napjától az összeférteséget megszünteti, azt követően főállású polgármesterként kíván dolgozni, amely a szervezeti és működési szabályzat megváltoztatását is igényli, ezért az SMS módosítását 2024. január havi képviselőtestületi ülésre elő kell készíteni. Igen. Továbbá a Tárgyalóközség Önkormányzat képviselőtestülete felhatalmazza az alpolgármestert az ügylet kapcsán felmerülő jognyilatkozatok megtételére. Kérem a képviselőtestületet, hogy az imént ismertetett határozatról szavazzunk. Aki igennel szavaz, kérem készfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozott tervezetet elfogadta, a napi rendet elfogadta. Köszönöm. Köszönöm szépen. A harmadik napi rendi pontra térnénk át. A képviselő testület és a bizottsági tagságért, elnökségért járó 2024 évi tiszteletdíjakról és a lemondásokról döntés. Itt ugye tudjuk, hogy amióta működik a képviselőtestület, 14 óta annyi változás történt, hogy minden hónapban betettünk egy, előtte 6 testületi ülés volt egy évben, plusz a rendkívüli ülések. Ez jelentősen megnövelte a képviselőknek a időráfordítását is, és most kerültünk olyan anyagi helyzetbe, hogy erről tudunk beszélni. Én átadnám Nagy Ajtai Mihálynak a szót, mert erről is beszélt a pénzügyi és gazdaság
bizottság. Köszönöm szépen a szót, polgármester. Igen, bizottság ülésen beszéltünk róla, itt van a polgármesterről, hogy mondja, hogy valóban sok időt eltöltünk, és ez mellett még a bizottsági üléseken is, példának tudom, tegnapi bizottsági ülésen is jó hosszú, tehát szinte hosszabb időt eltöltöttünk, mint a testületi ülés alkalmával szoktunk, és ugye eddig úgy volt, hogy tehát le kellett mondani, amit nem kiváltunk igénybe venni, tehát 11 havi tiszteletdíjról mondtunk le, és ugye egy havit kaptunk meg, és az előbb már említettem, hogy a önkormányzatnak a pénzügyi helyzete úgy alakul, hogy megengedhető, hogy 9 haviról mondjunk le, és akkor 3 havi juttatást kapnánk meg, de mivel a 2021. évben ugye október 31-ig szól a mandátumunk, ott ugye arányosítva ez akkor 2,5 havi tiszteletdíjat jelentene a bizottság javasoljának az elfogadását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Van ezzel kapcsolatosan kérdés, észrevétel Bálint István? Hogy én azt szeretném kérdezni, hogy aki mondjuk bizottsági elnök is, meg bizottsági tag is, és akkor ebben nem vagyunk érintettek gyakorlatilag? Tehát, hogy most a Modok képviselő úr két bizottságban tag? A Nagyajtai Mihály képviselőtársam 3 bizottságban, 2 bizottságban tag, 1-be elnök. A Lázár képviselőtársam 2 bizottságban tag, én 1 bizottságban vagyok tag, meg 1-be elnök. Tehát tulajdonképpen én úgy értelmezem, hogy mi érintettek volnánk ebbe a kérdésbe. Ha ez így, bocsánat. Annyiban nem értek egyet, hogy törvény határozza meg mind a bizottsági tagoknak, mind pedig a elnököknek, illetve képviselőtagok bizottsági tagságáért járó tiszteletdíjakat. Itt önmagában erről nem kellene szavazni, ez mindenkinek jár 12 hónapban. Itt csupán arról van szó, hogy ők most korábban 11 hónapról mondtak le, most nem a 11-ről fognak lemondani, amit mindenki külön nyilatkozattal fog majd utóbb megtenni, úgyhogy ez csak inkább egy döntés arról, hogy a hogy ki az, aki egyetért, hogy mi alapján tervezzük a jövő évet. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy 12 hónapot szeretnék megtartani, tehát akkor én nem akarok a 2,5-ről, nem 2 felet akarok fölvenni. Inkább erre irányul ez az egész, úgyhogy ez már egy lemondás jellegű határozat, vagy egy döntés, jó? Jó, ezzel kapcsolatosan van-e még kérdés, észrevétel? Akkor a határozat úgy szól, hogy Tázal község önkormányzata a képviselő testülete úgy határozott, hogy 2024 évben a képviselők és bizottsági tagok, valamint az elnökök nem egy havi, hanem 2,5 havi, ahogy a bizottság javasolta, a tiszteletdíjat vennének föl. A tiszteletdíjakról lemondó nyilatkozatot a képviselők és a bizottsági tagok külön nyilatkozaton fogják majd egyesével aláírni. És a képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a jognyilatkozatok megtételére az egyes pontban foglalt. Aki ezzel egyetért, kérem kézemeléssel jelezze, akkor 6 igen szavazattal egyhangon elfogadtuk a bizottság javaslatát. 4. napi rendi pontunk, Tázár község önkormányzata és a hivatali dolgozók illetményének megemelése 2023. december 1. napjától. Itt ugye arról van szó, hogy emelkedik a minimálbér és a bérminimum, és ez már december 1-től emelkedik, és erről kell döntenünk. Ez érinti az idei költségvetésünket, mert a december még ugye ebben az évben van, gazdasági évben. A jövő évi emelést azt pedig majd a költségvetésben fogjuk tudni kezelni. És itt annyi változás van a javaslat szerint, mivel már az önkormányzati dolgozóknál, köztisztviselőknél is nem emlékszünk, hogy mikor volt olyan, amikor nem a bérminimum emelésével tudtuk követni a fizetéseket, hogy itt 10% helyett 12%-os illetményemelést hajtanánk végre. Ezzel kapcsolatosan van-e kérdése, akinek van, majd a bizottság véleménye után átadnám a szót Nagyajtai Mihály. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Igen, a bizottság ülésen erről is beszéltünk, és ahogy polgármester úr mondta, hogy valóban egy lehetőség adódna, ugyanis tudjátok, hogy azért a hivatali dolgozóknak illetmény
rendezése a korábbi idők tekintetében azért mindig alul maradt, és most lenne egy lehetőség, hogy valamilyen szinten egy kis finanszírozást kapnának, és akkor a 10% ugye 12, megengedi a törvény, hogy 12%-os emelést hajtsunk végre. A bizottság javasolja elfogadását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatosan Takó Gábor. Tehát akkor a közös önkormányzati hivatal dolgozók is. Igen, igen. Így van, tehát a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőire is. Igen. Van-e más kérdés? Ha nincs, akkor a határozat javaslat alapján Tázár község önkormányzata képviselő testülete úgy határozott, hogy Tázár község önkormányzatánál és a hivatali dolgozóknál a jogszabályi változásból eredően a 10% helyett 12%-os illetményemelést hajt végre a 2023. december 1. napjától kezdődően, amelyet a december hónapra 943.717 forint illetmény és 122.683 forint szocó többletköltséggel jár, amely költségeket a 2023 évi tartalék terhére vállalja az önkormányzat, és Tázár község önkormányzata képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert az első pontban hozott döntésekhez szükséges jognyilatkozatok megtételére. Aki ezzel egyetért, kézemeléssel jelezze. 6 igen szavazattal egyhangúan megszavaztuk. Köszönöm szépen. A jegyzőasszony. Annyit szeretném csak hozzáfűzni, hogy ide csak az önkormányzati dolgozók kerültek be, úgyhogy pontosítanék, körülbelül 300 ezer forinttal ez az összeg bruttóban magasabb lesz. Magasabb. Jó? Elnézést kérek, csak ezt nem, a Betty ma dolgozta csak ki, és nem került bele. Köszönöm szépen. Akkor rátérünk a 6. napi rendi pontra. Karbantartói álláspályázat kiírásról döntés. Ugye egyre kevesebb közmunkásunk van, akik tudják segíteni a településünk megfelelő karban tartását, és úgy gondoljuk, hogy ha a jövő évi költségvetés engedi, akkor mindenféleképpen kellene lépnünk ez ügyben, de erről is beszélt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Nagyajtai Mihály jelszó. Köszönöm szépen a szót, polgármesterről, igen, beszéltünk a bizottságülésen. Ugye tudjátok, hogy előző testületülésen már fölmerült javaslatként, hogy látva sok teendőket szükséges lenne egy karbantartói állásra pályázat kiírás, tehát egy olyan személy, egy olyan univerzális, mondhatom, olyan univerzális személy, aki ebbe a közösségi munkákba elvégzésében részt venne. Tehát olyan elsősorban, aki a gépekhez is ért meg, tehát aki ilyen univerzális. És még annyit, hogy beszéltünk arról is, hogy heti 20, illetve 40 órába, tehát úgy lenne kiírva a pályázat, hogy a személy függvényében, tehát hogyha esetleg úgy alakul, akkor 20 órába, de hogyha vállalnák a 40 órába, sőt, még ha költségvetés is megengedné, akkor akár két személyt is lehetne 20 órába, erről is beszéltünk. Tehát ezt szerint javasolná a bizottság elfogadásra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Így van, tehát minden variáció érdekel bennünket. Az a lényeg, hogy legyen annyi ember, aki elvégzi az adott munkát. A fűnyírásoktól kezdve a sövénynyíráson keresztül a gödrök föltöltésén, és belátható időn belül odaérünk a dűlőutakra is. Ezzel kapcsolatosan van-e kérdése, észrevétele valakinek? Zsuzsi? A jogviszony időtartamára ott lehetne próbaidőt először, tehát hogy ne... Mindenkinek próbaidővel. Három hónap, igaz? És a Mártinak én szóltam, hogy a törvényben meghatározott legmagasabbat kérni, minden esetben kikötni, mert a munkáltatót az védi. Az az érdekünk. Jó. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van-e más kérdés, észrevétel? Ha nincs, akkor aki egyetért a határozott tervezet szerint, Tázár község önkormányzata képviselőtestülete úgy határozott, hogy egy fő karbantartó felvételét indokoltnak látja, ezért heti 20 vagy heti 40 órában az álláspályázat tervezetet jóvá hagyja. Tázár község önkormányzata képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a karbantartó munkakör álláspályázat és a foglalkoztatás kapcsán jelen határozott tartalmával egyező jognyilatkozatok megtételére. Aki ezt támogatja, kérem kézemeléssel jelezze. 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadtuk. Köszönöm. Következő napirendi pontunk a 7.
a művelődési házban a jelenleg közmunkaprogramban foglalkoztatott takarítónak az állását 6 órás munkatörvénykönyve szerinti takarító állásra alakításról és az álláspályázat kiírásról döntés. Itt is természetesen a jövő évi költségvetés, hogyha elbírja ezt az álláspályázatot, akkor szeretnénk, akkor tervezzük kiírni, ugyanúgy, mint ahogy az előzőt, de ebben is szeretne az önkormányzat lépni, hogyha van lehetőség, de erről is beszélt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Nagy Ajtai Mihály Jászó. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Igen, beszéltünk a bizottságülésen is, ahogy a polgármester úr elmondta, azt szerint javasolnánk, tehát a költségvetés tárgyalása után, jövő költségvetés tárgyalása után, amikor már látjuk a pénzügyi helyzetünket, akkor újra napirendre kerülne ez a dolog, és akkor döntenénk róla, ezt javasolja a bizottság. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel? Akkor itt is szavazunk a tárgyalat tervezet szerint, igaz? Én azt gondolom, hogy akkor napolja el ezt a napirendet. Jó, vagy akkor ezt elnapoljuk a költségvetés tárgyalásáig. Uh-huh. Jó. Ja, esetleg igen, a határozatba belefoglalhatod. Jó, tehát akkor Tázárközség önkormányzata, a képviselőtestülete úgy határozott, hogy a költségvetés tárgyalásával egy időben dönt ennek a... A felvételét így van, elnapolja igen. A 2024 évi költségvetés tárgyalásáig. Igen. Jó. Aki ezzel egyetért, kérem kézemeléssel jelezze. 6 igen szavazattal. Egyhangúan egyetértettünk. Tázdár község önkormányzatánál 2024 évi belső ellenőrzés témáról és díjazásról döntés. Ezzel kapcsolatosan én megkérném a jegyzőasszonyt, hogy egy pár szóban ismertesse ezt a napi rendet. Köszönöm szépen. Bizonyára emlékeznek, hogy az előző testületülés alkalmával kiküldtem egy elég hosszú belső ellenőrzési témákról szóló tájékoztatót. Valójában nem érkezett rá külön érdeklődés, hogy mely téma legyen az. Így gazdasági, gazdálkodási vezetőnkkel próbáltunk egyeztetni, hogy melyik az a téma, ami legrégebben és a legkevésbé volt az utóbbi időben vizsgálva. Ez a tárgyi eszközökkel való gazdálkodás eddig még nem történt meg, és ezért erre kértünk árajánlatot a Vincent belső ellenőrzési vezetőtől, akik meg is küldték, és 210 ezer forint plusz 27% áfáért vállalják ezt a témakört leellenőrizni. A határozat tervezetben benne van pontosan, hogy mit vizsgálnak. Jó, köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel? Ha nincs, akkor a határozat szerint fogunk szavazni. Tázár község önkormányzata képviselőtestülete úgy határozott, hogy 2024 évben a megküldött belső ellenőrzési témák közül a tárgyi eszközökkel való gazdálkodás ellenőrzése a vizsgálat célja, annak vizsgálata, hogy a tárgyi eszközök kezelése megfelel a jogszabályi előírásoknak, a tárgyi eszközök állományának, összetételének, használhatóságának és korszerűségének ellenőrzése. Kapcsolódó nyilvántartások megfelelősége témát kéri vizsgálni. A belső ellenőrzés ára 210 ezer forint plusz 27% forint áfa. Összesen és vállalja, hogy megfizeti a 24 évi költségvetésből. Második pont, Tázár község önkormányzata képviselő testülete felhatalmazza az aljegyzőt a belső ellenőrzési ügylet kapcsán felmerülő jognyilatkozatok megtételére. Aki ezzel egyetért, kérem kézemeléssel jelezze. 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadtuk. Köszönöm szépen. A következő napirendi pontunk a 9. Önkormányzati vélemény Tázdár község önkormányzata működési területén található kötelező felvételt biztosító iskolák felvételi körzeteiről, határidő 2024-02-14. Ezt időben megkaptuk, ezt a tervezetet, minden évben kiküldik, és ugye az önkormányzatnak ezt véleményezni kell, ezt várják viszont.
Nálunk a II. János Pál katolikus általános iskola és óvoda van. Óvoda általános iskola, Tázdári általános iskolája megjelölve a feladat ellátásra. Én, ha szeretnék, akkor se tudok ettől jobbat a működési területünkön, de ezzel kapcsolatosan átadnám a szót képviselőtársaimnak, akinek van kérdése, észrevétele. Ha nincs, akkor az előterjesztés szerint fogunk szavazni. Tázdár község önkormányzata képviselőtestülete egyetért a kiskörösi tankerületi központ által megküldött Tázdár község önkormányzata működési területén található kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteivel a megküldött közlemény tervezetben foglaltaknak megfelelően, és felhatalmazza a testület a polgármestert a vélemény megküldésére. Aki ezzel egyetért, kézemeléssel jelezze, 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadtuk. 10. napi rendi pontunk a helyiségbérleti díjakról döntés. Ezzel kapcsolatosan is beszélt a pénzügyi és gazdasági bizottság, mindjárt átadom a szót elnök úrnak. Annyit mondanék el, hogy volt egy ilyen táblánk már, igazából ez került kiegészítésre, és ezt tárgyalta meg a bizottság a tegnapi napon. Így van, ez a kulturális lendelet mellékleteként volt korábban elfogadva, és hát a bizottság némi egyszerűsítést javasolt, de átadom a szót elnök úrnak. Köszönöm szépen, polgármester úr, szót a bizottság ülésén beszéltünk róla, és tehát gyakorlatilag így van, hogy polgármester úr mondta, egy kiegészítés lenne. Itt az első oldalon, amit látjátok, azt nem is, tehát arról nem is beszéltünk, az maradna változatlan formába. A második oldalon, lapoztuk egyet, ott vannak berendezett helyiségek, amiről ugye korábban nem beszéltünk, ami nem került be a korábbi elfogadásba, és ezeket próbáltuk behozni, illetve javaslatformájában javasolni a képviselőtestület felé, és akkor mondanám a javaslatot. Itt ugye arról lenne szó, hogy vannak olyan helységek berendezett, amelyik fűtéssel és fűtés nélkül, és 20 négyzetméterig, illetve 20 négyzetméter felett, illetve a sószoba korábban az se volt benne, illetve a kültelet használatnak a módosítására tettünk javaslatot. A 20 négyzetméterig a berendezett helységek fűtés nélkül 3000 forintot javasolnánk, fűtéssel 5000 forintot per négyzetméter. Nem jó alkalom, igen, ugye, igen alkalom. A 20 négyzetméter felett pedig 4000 fűtés nélkül, illetve fűtéssel 6000. A sószoba esetében 500 forint per alkalomra tettünk javaslatot. És akkor még beszéltünk a közterület használatról, ugye ott azért volt pár dilemma, hogy a mérés az hogyan történt, folyóméter, négyzetméter, tehát itt azért nem volt tisztába rakva rendesen ez a dolog, és mi javasolnánk, hogy négyzetméter arányosan legyen a közterület használati díj megállapítva, de maximálnánk 5000 forintba. Tehát négyzetméter arányosan, a korábbi ár szerint, amit megállapítottunk, de maximálnánk 5000 forintba. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tehát ez arra vonatkozik, hogyha jön egy árus és szeretne árulni itt a település területén, akkor akár mit árul, akkor négyzetméterenként 250 forint volt a megállapított. Csak ugye, hogyha mondjuk 100 négyzetméterre kipakol, akkor mégse legyen 25000 forint, hanem mert a tázláriakat segíti azzal, hogy nem kell elutazniuk, hanem 5000 forint lenne a felső plafon. Ezzel kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel, vagy tudunk így szavazni? Akkor a bizottság javaslata alapján én szavazásra bocsájtom. Tázdár község önkormányzata képviselőtestülete úgy határozott, hogy az egyes helyiségekre, eszközökre, tárgyakra az alábbi bérleti díjakat állapítja meg, amit az elnök úr ismertetett 2023. december 15 napjától. Valamennyi a településen megrendezésre kerülő helyi szervezésű, a település kulturális, népművészeti és sportéletét nevesítő versenyen a helyiség használata díjmentes. Ezzel kapcsolatosan, aki ezzel egyetért, kérem kézemeléssel jelezze. 6 igen szavazattal egyhangon elfogadtuk.
11. napi rendi pontunk a Vadászbál 2023. december 9-i díjmentes helyiség eszköz használatáról döntés. Ugye egy informális döntés már született, csak ezzel tudnánk formába önteni. Ezzel kapcsolatosan is beszélt a pénzügyi és gazdasági bizottság, aki a... Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Igen, beszéltünk róla, és ugye úgy, ahogy polgármester úr mondta, korábban is beszéltünk. Tehát a vadásztársasággal azt gondolom egy jó kapcsolata van az önkormányzatnak. Támogatták a vadásztársaság, támogatta például idősségnapi rendezvényt is, és hát úgy javasolnánk, mint a más szervezetek esetében is, hogy ingyenes terem használat, a hűtésdíjnak a térítését szeretnénk javasolni, ami 15 000 forint. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatosan? Ha nincs, akkor az előterjesztés alapján, illetve a bizottság javaslata alapján Tázárközség önkormányzata képviselőtestülete úgy határozott, hogy előzetes tájékoztatás és határozott tervezet kiküldése alapján utólag a 2023. december 9 napján megrendezésre kerülő vadászbál megrendezéséhez térítésmentesen biztosítja a művelődési ház épületében az igényelt teremhasználatot, valamint szék, asztal, konyhai terület, valamint az eszközök térítésmentes használatát és a vacsora megrendezéséhez, és csak a fűtési díjat, 15 000 forintot kellett megtéríteni, illetve felhatalmazza a testület a polgármestert a jognyilatkozatok megtételére. Aki ezzel egyetért, kézemeléssel jelezze, 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadtuk, és támogattuk a vadásztársaságot. 12. napi rendi pont, laptop vásárlás árajánlatok utólagos jóváhagyása. Itt az önkormányzatnál több laptop cseréje vált szükségessé, amiből egyet a kedvező akciók keretében sikerült megvásárolnunk. Ehhez mellékeltük a 3 árajánlatot képviselők számára is, de erről is beszélt a pénzügyi és gazdasági bizottság Nagyajtai Mihály ISZO. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Igen, beszéltünk, ugye tudjátok, hogy a laptop egy olyan dolog, ami idővel elavul vagy elromlik, és a hivatalnál már ez meg is történt, hogy elromlott, tehát egyet már akkor vásároltak is, egy laptopot, és akkor még a 2 kellene vásárolni. Itt a 249.900 forint, ezt javasolja a bizottság, mivel ez a legolcsóbb árajánlat. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel? Ha nincs, Bálint István. Köszönöm szóval, hogy ezek el is elromlottak, vagy inkább csak idejét múlta? Nagyon lelassultak, és a munkát végzők nem haladnak vele. Mi lesz a sorsuk ezeknek a rossz gépeknek? Már megbeszéltük, hogy az egyik a konyha régi asztali gépét fogja lecserélni majd, tehát egy újratelepítés után arra talán még jó lesz, hogy egy adott program meg az internet fusson rajta, de több programot nem képes már kezelni. Köszönöm. Jó, van-e még kérdés? Nincs. Akkor a határozat tervezet alapján javaslom elfogadásra. A képviselőtestület úgy határozott, hogy előzetesen e-mailben tájékoztatásul megkapott ajánlatok alapján a kiküldött legolcsóbb áru 249.900 forint plusz szállítási költség laptop megvásárlásával egyetért, és felhatalmazza a polgármestert az ügylet kapcsán felmerülő jognyilatkozatok megtételére. Aki ezzel egyetért, kézemeléssel jelezze, 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadtuk. 13. napi rendi pont, a kiszáradt fa kivágások, árajánlatokról döntés. További 2 nyírfánk száradt ki a parkban, illetve a Béke utcai szolgálati lakás udvarán is, az egyikbe villám is belecsapott, és potyognak le az ágak, tehát balesetveszélyes is, és ezért van itt az asztalunkon ez az ügy, de erről is beszélt a pénzügyi bizottság, elnök úré a szó. Köszönöm szépen a szót, polgármesterről. Beszéltünk a bizottságülésen, ugye tudjátok azért ezt, hogy látjuk, hogy sajnos ezek a fák ugye elérték azt a életciklust, hogy egymás után száradnak ki,
és hát ugye az fáraszva azért nem jó látványt mutat, tehát sajnos ki kell őket vágni, és hát ugye korábban ez a vállalkozó, akit most előttünk már tett árajánlatot, ez már dolgozott az önkormányzatnak, úgy tűnik, hogy ettől olcsóbb árajánlatot nem találunk, tehát így a bizottság javasolja ennek az elfogadását, ami 106.900 forint. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen. A bizottság véleményét, ezzel kapcsolatosan van-e kérdése, észrevétele valakinek? Ha nincs, akkor az előterjesztés alapján javaslom elfogadni. Felzárkösség önkormányzat, a képviselőtestülete úgy határozott, hogy a beérkezett árajánlatok alapján 4 darab fa kivágását Márta Mário egyéni vállalkozó 6236 Tázlár Arany János utca 11 szám alatti vállalkozótól rendeli meg, mindösszesen 106.900 forint áron. A vállalkozó alanyi adómentes áfaköltség nem merül fel. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a fák kivágásával kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. Aki ezzel egyetért, kérem kézemeléssel jelezze. 6 igen szavazattal egyhangúan megszavaztuk. Következő napirendi pontunk a 14. MFP 5IF B 2024 per OJKJF pályázaton való indulásról döntés. A Magyar Falu program keretében van több területre lehetőség pályázni. Önkormányzatunk már régebben kapott egy játszótér ellenőrzést, és anélkül is szükségét láttuk bizonyos játszótéri elemek leszerelésének, ami elhasználódott, és a központi játszóteret, községi játszóteret szeretnénk megújítani. Ezzel kapcsolatosan a bizottság is tárgyalt, de nem tudom, hogy a testületre bíz a döntést, de azért átadom a szót elnök úr. Polgármester, igen, hosszasan beszélgettünk róla, illetve beszéltünk, és hát sajnos olyan dilemmában voltunk, hogy tehát szükségszerű ugye játszótér felújítása, gyerekek játszanak, egyrészt veszélyes lehet, tehát senki nem szeretné, hogy esetleg baleset történjen, és akkor van ez a lehetőség a pályázatnak a pályázaton való részvétel, tehát jó lenne, csak viszont az árakról, megmondom őszintén, magasnak találtuk az árakat, akkor tegnapi napon történt ismeretség függvényében, és így nem döntöttünk, ezt megtárgyalásra javasolnánk a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Igen, itt a gazdasági bizottság tagjainak is, ami beérkezett ajánlat, és amit úgy gondoltunk, hogy az óvodában is megállja a helyét, azzal abban próbáltunk gondolkozni, de ez egy gondozásmentes játszótéri összeállítás, és bizony elég magas árak vannak. Aztán azóta kaptunk egy fajátszótéri ajánlatot, mert fölvetődött a bizottság tagjai részéről, hogy hát az eddigi játszóterünk is fából volt, és ők azt is el tudnák képzelni, és én úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon jó ajánlat. Én úgy gondolom, hogy bármelyiket is választjuk, azt kellene szem előtt tartani, hogy ne csak maga a játszótéri eszközök legyenek benne, meg a minősítés, hanem a tervezést is előírja a pályázat, és a pályázatírási költség is, amennyi lehet, azt írjuk bele, és addig menjünk el, ameddig tudjuk, ebből a 6 millió forintból minél kevesebbet kelljen a 6 millió forint mellé tenni az önkormányzatnak az önerejéből. Az is igaz, hogyha minősítetni szeretnénk a most meglévő elemeket, az is költségbe kerül, tehát ha nem lett volna ez a pályázat, akkor is kell költenünk a játszótérre, de így ennek fényében talán egy szépen megújuló, új elemekkel bővülő játszótérre tehetünk szert. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban, vagy javaslat? Bálint István. Köszönöm a szót, polgármester úr. Lehet, hogy többen emlékeztek rá, lehet, hogy a kedves nézők is emlékeznek rá. Én korábban már behoztam egy témát ide a játszótérrel kapcsolatban, amikor az a lakossági kérés érkezett hozzám, hogy nincs elegendő pad
és asztal, hogy ezt próbáljuk már meg megoldani, hogy a szülők, nagyszülők, akik ott kiviszik a kisgyereket, le tudjanak ülni. Ez úgy emlékszem, hogy arról volt szó, hogy ha majd egyszer eljön, ha eljutunk oda, akkor is lesz esetleg pályázat, vagy a játszótér felújítás, stb. És ez egy remek alkalom valóban. Az árakat, megmondom őszintén, én is brutálisan keménynek tartom. De ha ez az ár, akkor ez az ár, akkor igazániból, tehát nem tudom, hogy lehet, vagy érdemes-e tovább keresgetni. Ugye itt január 12 a végső határidő a pályázat beadásának az időpontját, tehát igazániból nincs túl sok időnk, vagy egy rendkívüli keretében, ha elcsúsztatnánk, és még keresgetnénk, az lenne egy lehetőség. De nem vagyok benne biztos, hogy sokkal olcsóbbat találunk. És én ugye mindig szoktuk nézni, hogy mi a leghatékonyabb, vagy mi a legolcsóbb ajánlat. Viszont én most az én meglátásom az, mivel itt ami az előbb említettem, szóban forgó pad és asztal is van az egyik árajánlatban. Igaz, hogy ez a magasabb árajánlat. Amennyi időnk, vagy időm volt erre, hogy átnézzük, én nekem ez a szimpatikusabb, mondom, nem csak azért, mert van benne két pad, meg egy asztal, hanem azért is, mert papíron nem lehet megállapítani, masszívabbnak látom ezt a drágábbik árajánlatot, de természetesen meggyőzhető vagyok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ugye az egyik az majdnem 6 millió, ami fából van, a másik pedig 5 millió 400 ezer. De azt látom, hogy az ütéscsillapítás az egyikben sincs benne, tehát az mind még pluszba jönne, meg gondolom a tanúsítvány is. Tehát akkor lehet, hogy ez a fa, ez már elérné a 7 milliót, és nem tudom, hogy mennyiért van az ütéscsillapítás és a tanúsítvány. Igen, csak a homok nem. Tehát, igen, tehát itt a homok az ütéscsillapításnak megfelelő, és ugye azért nem tették bele, mert itt megoldható a homok ütéscsillapítás helyben. Tehát nem kell messziről hozni. Igen, és akkor mondjuk az én számomra szimpatikusabb a fém játszótér, már csak azért is, mert ugye itt a játszótéren hányszor mentek tönkre a fák, és akár nem tudom, hogy egy pályázaton belül lehet-e két helyről, mondjuk a Németh Imrétől megrendelni padot és asztalt, hogy az lehetőség van erre. Szerintem amennyit megrendelünk az egyik féltől, csak, tehát a tervezetben annak kell csak benne lennie, hogy mit fordítunk kimondottan a játszótérnek a játszótéri, illetve tehát a pad és a szék ugyanúgy beletartozik a játszótérnek, igen, a részébe. Igen, 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 tehát igen, az szakmai megvalósításnak minősül, tehát lehet több, elvileg több helyről is. Én annyit szerettem volna még az előbb ehhez hozzáfűzni, hogy még egy árajánlatot küldtél nekem, ahol e-mailben, tehát rá lehetett kattintani a játékaikra, sajnos nem volt mellettük ár, de tűvös szakember, vagyis aki a minősítés, az egész játszótér minősítését is vállalnák benne. Tehát még azzal is érdemes lenne egy picit foglalkozni, hogy nekik milyen játék, vagy lehet, hogy egy játékot venni tőlük, és akkor mert az egész játszóteret vállalták minősíteni. Na igen, tehát én is úgy gondolom, hogy valamelyik céget kell megbíznunk, és annak a kínálatát. De az, hogy melyik céget bízzuk meg, az én úgy gondolom, hogy egy másik alkalommal is megoldható. Szerintem most elég lenne annyiról döntenünk, hogy használjuk ki a 6 millió, célozzuk meg a plafont, és abba az összegbe férjen bele a tervezés, amit kötelezően előírnak, és a pályázatírási rész is, hogy az önkormányzatnak minél kevesebbet kelljen mellé tenni. És hogyha ezzel egyetértünk, akkor utána már tudunk finomítani, hogy akkor most melyik ajánlat, és akkor talán több időnk is lesz ennek az átnézésére. Az sem kizárt, hogy még a gumi is fölvét, föl lehet szedni, vagy föl kell szedni a gumit, és akkor a Halasi Laci szépen megcsinálja az egészet most a homokba. Uh-huh. Mert az biztos olcsóbb lesz nekünk, mint. És akkor tehát a tornakertnél, ami van, az az ütéscsillapító gumi, az jó, azzal nincs gond. Ezek külön, igen. Még jó? Igen, mert én igen. Azt gondoltam, hogy azok már felpörögtek időben. Az még jó. Jó. Tehát akkor meg... Itt csak az új eszköz telepítése, és esetleg a meglévőnek a felújítása, mert ott is a hintának a hintázó részét azt cserélni kell. De tényleg, a réginél. Csak a tervezést, igen, a pályázatírást beleírni, és akkor a megmaradó összeg igen, meg azt pedig a játékra fordítanánk, meg az engedélyed, tehát a
minősítésre, meg amire kell. Misi? Köszönöm szépen, polgármester. Így van, a bizottság ülésen is egyértelmű volt, hogy kellene, meg szükségszerű lenne, meg hogy ezt a pályázati lehetőséget ne hagyjuk ki, csak kétségtelen nagyon rövid most az idő. Az estén nézelődtem interneten, tehát azért elég kemény árak. Nézelődtem interneten, és most nem tudom melyik cég, de például összehasonlításként tudnám mondani, hogy a hinta azt mondja, hogy ennél, aki tegnap is volt, ez a drágább, a lap és bölcső hinta, ez 434.300 nettóba, amit én láttam formában ugyanaz, úgy nevezi meg, hogy két személyes lengőhinta, lap és vagy bébi ülőkével 294.680, tehát szűk 300.000 forint, vagy egy másik például rugós játékok, ha bár ezt most ők ugye kivették ebből a maiból, de az előzőnél ugye volt ilyen, hogy laprugós paripa, nettó értéke 185.000 forint, ennél a másik cégnél ugyanilyen rugós játékok, azt mondja, van lovacska, motor, paripa, robogó, és ez 102.800 forint. Tehát, hogyha lehetne, akkor így van, nagyon jó lenne, hogy döntsünk most arról, hogy ne hagyjuk ki a pályázati lehetőséget, de azért nézzünk szét. Köszönöm szépen. Jó, akkor ha nincs, van még más kérdés, vélemény? Nincs. Akkor a határozott tervezet alapján úgy határoznánk, hogy ezen a pályázaton a közterületi játszóterek fejlesztése témában indulunk 6 millió forint összeghatárig, és a fejlesztés során tervezésre 250.000 forint a pályázatírásra, 420.000 forint a minősítésre, szabványosításra, ütés állóságra, stb. Megvásárlásra megmaradó, fennmaradó összeget fordítanánk. És akkor ezt a pályázat benyújtási határideje, ugye december 13 és január 12 között lehetséges, akkor ezt ekkor meg is tennénk. Aki ezzel egyetért és fölhatalmaz engem a jognyilatkozatok megtételére, akkor kézemeléssel jelezze. 6 igen szavazattal egyhangúan ezt is megszavaztuk. 15. napi rendi pont az ingatlan öröklés. Ezzel kapcsolatosan megkérném aljegyző asszonyt, hogy egy pár mondatban ismertesse, miért van ez a napi rende. Igen, egyszer már említettem önöknek, hogy 2013. július 1-től a polgári törvénykönyvről szóló 5-ös törvény 7.2.74 paragrafus 3-as bekezdése lehetővé tette, hogy az állam mellett ne csak az állam, hanem az önkormányzat is örökölhessen belföldi területet a saját közigazgatási területén. Nem folytattunk még le ilyen ügyletet. Jelen esetben felmerült egy lehetőség, amit megtetszettek kapni az előterjesztéssel. Abban az esetben, ha nincs más örökös, akkor van erre lehetőség, és arra irányult a javaslat, hogy próbáljuk meg, hogy ezt az öröklést meg lehetne oldani, és a közjegyzőnek továbbítanánk akkor a képviselőtestület határozatát, illetve a nyilatkozatát, amennyiben egyetértenek azzal, hogy örököljünk. Ez egy 830 négyzetméteres területrész, egy szőlőművelési ágú ingatlanban, ahol nagyon sok ismerősnek van még része, meg olyanok is, akik már elmúltak. Tehát ennyi lenne, amit hozzáfűznék. Köszönöm szépen, meg a magyar államnak is. Igen. És akár még azt is kérhetjük, igen, de erről is beszélt a pénzügyi és gazdasági bizottság. Nagyon Itai Mihály Jászó. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Igen, beszéltünk a bizottsági ülésen, és valóban, tehát egy kis területről van szó. Magában az egész terület nem nagy, mert 0,7 hektár, 6787 nézetméter. Ugye nagyon sok-sok örökös van benne, de úgy gondoltuk, ott beszéltük, hogy lesz még olyan, aki felajánlja, mert ugye őnekik érdemtelen, nem érdemes vele foglalkozni. Ugye megtehetik, hogy magyar állami felajánlják, vagy hát ugye van lehetőség az önkormányzat javára, hogy felajánlják. És a bizottságülésen még arról beszéltünk, hogy azt azért tisztázni kellene, hogy a költség ezzel szemben mennyi lesz. Ugye az biztos, hogy a bejegyzési költség, de hát az minimális 6000 forint környéken lehet. Viszont itt ugye látjátok a 124.200 forintot, amit a
annak a hagyatékos, tehát akik a hagyatéki szereplők, a, meg kell fizetni, de hát ezt azért bízunk, hogy nem fogják kérni, az igen. Az az értéke ennek a területnek, azt mi adjuk ki, azt az igazolást. Ja, olyan de a közjegyző, igen, de a közjegyző az azért ja, az másért, meg igen. Díjat, de véleményem szerint sem az önkormányzatnak, sem az államnak nem kell közjegyzőt. Igen, csak ezt beszéljük, de ezt meg igen, kell tudjuk, igen. Hogy tisztázni kellene, és amennyiben olyan különösebb, nagyobb költség nincs, akkor a bizottság javasolná ennek az elfogadását. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Ezzel kapcsolatosan van egy kérdés, észrevétel, egyéb javaslat? Ha nincs, akkor a határozat tervezet alapján Tázlár község önkormányzata képviselő testülete úgy határozott, hogy a PTK 7.2.74 paragrafus 3. bekezdése értelmében a települési önkormányzat által örökölhető örökséget Tázlár külterület 0208/55 helyrajzi számú szőlő művelési ágú ingatlan 329/2697 tulajdoni hányadát elfogadja. És a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az ügylet kapcsán felmerülő jognyilatkozatok megtételére. Azt kértem még a most, hogy amennyi már a bejegyzés költségen felül jó, nagyobb akkor, költség nem merül igen, fel. Jó, ezzel igen, ezzel kiegészülne még akkor a határozat. Aki ezt így elfogadja, kérem kézemeléssel jelezze. 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadtuk. 16. napi rendi pont, mini bölcsőde intézményvezető álláspályát kiírásáról döntés. Ugye kiírtuk a pályázatot, és mivel a bölcsőde vezető kisgyermeket vár, és január végéig fog dolgozni, és a szabadságát is ugye ki szeretné még venni szülés előtt, és a gyermek 2 éves koráig tervez otthon maradni, és erre az időre hirdettük meg a pályázatot, és érkezett is egy érvényes pályázat. Ezzel kapcsolatosan is beszélt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Nagy Ajti Mihály Jászó. Köszönöm szépen a szót, polgármester. Igen, beszéltünk a bizottsággyűlésen, és ezek szerint itt a határozattervezetben le van írva, javasolja a bizottság elfogadásra. Annyi, hogy ugye határozott időre, tehát 2026. április 30-ig, viszont itt a találjátok, látjátok, hogy még az, hogy jogviszonyon határozatlan idejű, tehát ezt ki kellene húzni, illetve úgy beszéltük, hogy ki kell húzni, és akkor marad annyi, hogy a határozott, tehát 2026. április 30-ig, és így javasolja a bizottság elfogadásra. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, elnök úrnak! Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatosan? Ha nincs, akkor nekem itt már a javított változat van, tehát Tázlár Község Önkormányzata képviselő testülete úgy határozott, hogy a tázlári minibölcsödébe Pap Katalin 6230 Soltvatkert Jókai Mór utca 26 középfokú csecsemő és kisgyermeknevelő képesítéssel rendelkező személy pályázatát fogadja el, és bízza meg intézményvezetői feladatok ellátásával. A jogszabályban meghatározott illetményért határozott időre 2024. január 15-től 2026. április 30-ig, és a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az intézmény vezetői megbízással kapcsolatos jelen határozat tartalmával egyező jognyilatkozatok megtételére. Aki ezzel egyetért, kérem kézemeléssel jelezze, 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadtuk. 17. napi rendi pont, bérleti szerződés a körzeti iroda, körzeti megbízotti iroda bérletére, Bács-Kiskun vármegye rendőrkapitányság, főkapitányság részéről érkezett egy megkeresés, amelyben már jelezték, hogy ők eddig is bérelték ezt a körzeti megbízotti irodát, és a jövőben is szeretnék, és megállapodtunk egy összegben, és erről is beszélt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, úgyhogy Nagy Ajtai Mihály ilyen szó. Emlékeztek ti is rá, hogy korábban így van, hogy korábban is volt lehetőség, illetve béreltek helységet a körzeti megbízott részére, és ugye, ahogy jelezték, továbbra is szeretnének, illetve a következő időszakban is szeretnének bérelni helységet, és a bizottság javasolja, hogy amit ők
megtettek, hogy havi 5000 forint ellenében akkor bérelnének egy helyiséget. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatosan van egy kérdés, észrevétel. Ha nincs, akkor a határozat javaslat alapján testület úgy határozott, hogy a körzeti megbízotti irodát, amely 9 négyzetméter alapterületű a Bács-Kiskun megyei rendőr főkapitányság részére, kérelmére és javaslatára 2024. január 1 napjától 2028. december 31 napig 5 éves időtartamra havonta bruttó 5000 forint plusz áfa mentesen, azaz 5000 forint bérleti díjért bérbe adja a kiküldött szerződés tervezetben foglaltak szerint, és a testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban meghatározottak szerinti jognyilatkozatok megtételére. Aki ezzel egyetért, kézemeléssel erősítse meg. 6 igen szavazat egyhangúan, ellen szavazat és tartózkodás nélkül. 18. napi rendi pont, a kivágott fák pótlására, facsemeték megvásárlásáról döntés. Erről is beszéltünk korábban. Ugye a nyírfák kiszáradtak, és pótolni szeretnénk őket, valami olyan gömb alakú koronaformájú fában gondolkoztunk, ami árnyékot tart, de nem megy a tető fölé, nem nő túl nagyra, és autóval azért be lehet állni alá. Fölvetődött a gömbkőr is, meg a gömbjuhar is, meg a gömbakác is, de a legutóbbi javaslat, amiben egyetértettünk, az a csepp lesz megy. Ennek egy pici kis levele van, és nagyon szép gömb alakú koronája, szép virága, és nem 180-ra van beoltva, mint az előbb ismertetettek, hanem 220 centi magas, tehát könnyebben alá tudnak férni az autók is. De erről is beszélt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Misi Jasszó. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Igen, bizottságülésen erről is beszéltünk, és ugye egy pár napirendi ponttal előtte beszéltünk a fakivágásról, ugye helyén való dolog, hogyha vágunk ki, fát ültetni is kellene, meg egyébként is kötelező a fák pótlása, és ugye korábban a testületülésen már döntöttünk a vásárlásról, most a ültetésről ugye kellene dönteni, és a bizottság javasolja azzal, hogy próbáljuk megkérni az eladót, illetve a forgalmazót, hogy most ne kelljen elhozni, hanem a tél inkább a második felében, amikor olyan idő van, hogy ültetni lehetne egyből, mert most elhozik, itt vannak az ünnepek, ugye nem biztos, hogy el tudjuk ültetni, és ne kelljen takargatni, ott azért jobb helye van, mint itt vele, meg hát a munka, meg a munka is több lenne, tehát úgy javasolná a bizottság, hogy a tél második fele vagy elmúltával hozzuk el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban van egy kérdés, észrevétel, Bálint István. Hány darab fáról lenne szó? 15. És hova szánjuk? Hogy hát ahol kivágtuk a nyírfákat közölnénk, meg ott ásnánk ki neki a megfelelő elhelyezésre szolgáló. A Dobó utca, posta felőri, és mind a két rendelő. Oldala, Orvosi igen. Rendelő, Patika, Ady Endre utca eleje egy vagy kettő, meg a Hősök emlékművénél is volt egy. Tehát akkor visszakerül a tulajdonképpen itt a posta oldalánál és az orvosi rendelőig végig a parkolás volt. Igen, a parkolóautókat is segítenénk ezzel, meg a környezetet is árnyékolnám. Köszönöm. Köszönöm. Van-e más kérdés, észrevétel? Ha nincs, akkor az előterjesztés alapján Tázár község önkormányzata képviselő testülete úgy határozott, hogy a kipusztult és kifágott fákat a közterületeken pótolja, csepp lesz megy facsemetékkel, amely csemetéknek 22.500 forint plusz áfa per tő az ára, és amelyből 15 tövet megrendelt, és felhatalmazza a polgármestert a facsemeték határozatban foglalt feltételekkel történő megvásárlására és a csemeték tárgyára szállítására. Aki ezzel egyetért, kérem kézemeléssel jelezze, 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadtuk. Egyebek következnek, egyebeknél nagyon sok örömhírünk van, ugyanis megszületett Tázár 21. babája, úgy hívják, hogy Hírs Gergő, ő 11. hónap 24-én érkezett, édesanyja neve Péter Szabó Éva, édesapja neve Hírs Attila, Tázáron Széchenyi utca 6/A-ba laknak. Megszületett 22. babaként Tázára Sütz Dalma, ő 11.
hónap 24-én született, szintén édesanyja neve Vince Renáta, édesapja neve Sütz János, ők a Nyárfa utca 20 szám alatt laknak. A 23. baba Horváth Henrik névre hallgat, 11. hónap 25-én született, édesanyja neve Nyírő Eszter, édesapja Horváth József, ők a Bercsényi utca 13 szám alatt laknak. A 24. újszülöttünk Lehocki Léna, édesanyja, 11. hónap 30-án született, édesanyja neve Farkas Gizella, édesapja neve Lehocki Bálint, ők a Béke utca 13 szám alatt laknak. És van egy beköltözött csecsemőnk is, Tázdára, így ő a 25. ebben az évben, Ács Benett Roland, 10. hónap 20-án született, édesanyja neve Ács Fanni, és ők a Széchenyi utca 8/A alatt laknak. Az egyebeknél nekem ennyi volt fölírva. Gratulálok a családoknak, és jó erőt és kitartást kívánok a gyermekneveléshez. És ha van képviselőtársaim részéről az egyebeknél téma, akkor azt most megbeszélhetjük. Nagy Ajtai Mihály? Egy rövid dolog, ugye a mezőgazdasági út Bócsai mindig előjön, illetve Fischer Bócsai. Tudom, hogy most a ünnepek meg a téli időszak, de amennyiben lenne lehetőség a kátyúkat, jó lenne. Kátyúzom. Igen, igen. Köszönöm. Köszönöm. Más téma esetleg? Ha nincs, akkor én köszönöm mindenkinek az aktivitást, és a nyílt képviselőtestületi ülésbe zárom. Mindenkinek szép estét kívánok!